Tisztelt nézők, évvégi gazdasági nyelven szól zárszámadásunk utolsó beszélgetéseként Varga Károly, az FFC elnökével beszélgetek. Hogyan értékelhető, hogyan értékelitek a fehérgyarmati labdarúgó csapatok teljesítményét? Hogy sikerült az őszi szezon? Először is köszönteném a Szamos Televízió nézőit. Vége van a 2001-2002-es bajnoki évad őszi szezonjának. Csapataink úgymondva jól helyt álltak. Felnőtt csapatunk 5. helyezéssel zárt. Elmaradt a várakozástól, mert dobogóra szerettük volna a csapatot várni. Ifjúsági csapatunk az előző évi bajnokság megnyerése után 5. helyen zárt, de ezt tudni kell, hogy a ifjúsági csapatunk a szétszélet, serdülő csapatunk játszott, és ő is az 5. helyen zárt, ez nagyon szép eredmény. Serdülő csapatunk egyvereséggel Nagy Ecsed mögött 2. helyen várja a tavaszi szezont, míg a utánpótlás csapataink szintén nagyon jól szerepeltek, az U7 kivételével, aki gólkülönbséggel szorul a 2. helyre, az U9 és az U11 első helyen várja a tavaszi szezont. Hát ezek nagyon szép eredmények, és talán beszélünk a jövőről is. Mi várható, hiszen sikeres karácsony kupa után vagyunk, mi várható tavasszal, tulajdonképpen leseállt a csapat, teremtornákkal készül, és utána gondolom kezdődik az alapozás. Hát igen, részt vettünk karácsonykupán, ahol 4. és 5. helyezést ért el csapatunk. Most jelenleg a Szatmár kupa folyik, itt nem neveztünk. Új évben rögtön a Lenkesz kupával kezdődik az új év 5-én. Utána elkezdjük 14-én a felkészülést. Hát szeretnénk előrelépni. Dobogon szeretnénk látni a felnőtt csapatot. Az, hogy melyik fokán ez majd eldönti a tavaszi szezon. Ifjúsági csapatunkat szeretnénk szintén dobogóra esélyessé tenni, míg a 4 másik csapatot első helyre várjuk. Hát sok nagy rendezvénye volt az FFC-nek, még hátra van januárban egy nagyon jó szórakozási, kikapcsolódási lehetőség is. Igen, január 19-én tartjuk jubileum 5. rendezvényünket, az FFC bálját, amire itt a Szamos TV-n keresztül is szeretném meghívni minden sportrajongót, aki szereti a sportot, és ezzel is támogatja az FFC tavaszi és következő működését. Igen, hát talán még egy picit a felnőtt csapatról és a játékosokról is beszélget, ezt mindenkitől megkérdezzük. Hát kik voltak neked az év játékosai? Csapaton belül, illetve a megyei labdarúgást figyelve tudjuk, hogy minden csapat teljesítményét figyelted, és ha erről egy picit nézőkkel megosztanád a véleményed? Hát saját csapaton belül egyértelműen új szerzeményünket söprögető poszton Vladimir Vacsilját emelném ki, aki magasan kimagaslott szerintem a fehérgyarmati csapatból. Emellett megemlíteném még, hogy nagyon jól szerepelt a 2 ifjúsági korú játékosunk, a Nagy Péter és a Márton János. A többiekkel is meg voltunk elégedve, de őket emelném ki elsősorban. A megyei csapatok közül nekem nagyon tetszik Turicséről a Lakatos Guszti játéka, meg mint csapat, hazai teljesítmény alapján a Nagy Ecsed csapata.